egyszer betöröd így, betöröd így. A bőrdíszművesek munkáját próbálhatták ki ennél az asztalnál az általános iskolások a Pécsi Művészetek Házában. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara cégeket hozott ide, hogy megismerjék tevékenységüket a fiatalok. Nekik most kell dönteniük, hogy milyen irányba fognak tovább tanulni, és ez nem egy egyszerű döntés. Nem csak azt kell figyelembe venni, hogy milyen középiskolák vannak a megyében, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy mi az, ami érdekli őket, mi az, amire képesek, és bizony azt is figyelembe kell venni, pláne jelen helyzetben, hogy milyen munkaerőre lesz majd szükség, amikor ők végeznek. Egy ilyen rendezvény, ahol most is itt vagyunk, a Design Pécs rendezvényen, összeszedtük, meghívtuk a Pécs kiemelkedő cégeit, hogy mutassák meg testközelből a náluk végezhető szakmákat. A cégeket pedig arra kérték, hogy játékos formában, feladatokon keresztül mutassák meg ezeket a tevékenységeket a diákoknak. A helyi iparkamara munkatársa azt mondja, a szakmatanulással nem zárják ki magukat a továbbtanulási lehetőségekből a fiatalok. Az új szakképzési rendszerben, aki technikusi iskolát választ, technikusi szintű szakmát választ, az egyrészt ki tud menni majd a munkaerőpiacra, és nagyon szükség van a technikusi szakember a munkaerőpiacon, de ha ő akkor akar tovább tanulni, akkor megteheti, hiszen a felsőoktatási intézmények kapui számukra is nyitva vannak, hiszen van egy érettségiük, egy értékes érettségiük, amelyért vagy pluszpontot kapnak, vagy emelt szintű érettségének számítanak. Ezért jelent előnyt a megszerzett szakmai végzettség. Ez akkor is előny, ha a gimnázium után szerez szakmunkás bizonyítványt a fiatal. Ez a végzettség plusz pontokat jelent neki is a felsőoktatási jelentkezésnél.